2010 májusától 2011 március végéig tartott a Sárospataki Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény nyertes támoppos pályázata. A program az iskola számára számos színvonalas rendezvény lebonyolítását tette lehetővé. Maga ez az Európai Uniós programnak a pályázatában azért nagy jelentősége az iskolának, hiszen olyan pályázati támogatást és olyan forrásra tudtunk pályázni, amiből meg tudtuk valósítani az eddigi rendezvényeinket, csak egy kicsit másabb színvonalon, kicsit többet hozzátéve, ami eddig nem volt jellemző az iskolára. A kivirágzott adiófa nagyot hajtott három ága, avagy az autentikus kultúrától a tehetségek kultúra közvetítő szerepéig című pályázat a telephelyek bevonását is lehetővé tette, igazodva az iskola terveihez. A fő profilja az, hogy a környező települések falvaiban vagyunk jelen, ezért oda is kivittük ezeket a rendezvényeket, amit nem nagyon volt jellemző eddig a mi részünkről, hogy oda mentek ki, hiszen a gyerekeknek ugye az utaztatás, illetve a beutaztatás, illetve az anyagi dolgokat megteremtve, így eljutottunk odáig, hogy a kisebb településekre is olyan helyekre mentünk ki, ahol nagy létszáma dolgoznak a pedagógusok, nagy létszáma, ez azt jelenti, hogy 50-60 fő van egy telephelyen, és oda vittük ki ezeket a táncházakat, játszóházakat is. A Művészet Oktatási Intézmény fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke szerint oly mértékben csökkent a kultúrára fordított támogatások összege, hogy szükség van pályázati források bevonására. Évekkel ezelőtt folyamatosan csökkent a fejkóta, így ezekre a rendezvényekre, amit ebből nagyon sok jelentős részét csináltuk már eddig is, hiszen a konferencia is 8. meg az összes többi Sipolt György Fesztivál is, így nagyon nagy segítséget adott, mert az éve nem tudtuk volna megcsinálni. Tehát ahogy a gyereklétszám is csökken, a fejkóta is csökken, tehát erre nem lehetett volna pénzt szerezni. Pályázatokat se írtak ki így erre, és így nagyon nagy segítséget nyújtott a támogatott pályázat. Program projekt záróján az is elhangzott, a művészeti iskola a következő tanévben is arra törekszik, hogy megtartsa a korábban bevezetett színvonalas rendezvényeit.